kerekek ülve csatornán, Keeper jelentkezik a következő Division része, oda nézzetek. Nem elég, hogy éjszaka van, de meg egy ilyen extrém halálásba is így belekerültünk. Nézzétek meg a kabátomon, meg a sapkámon, meg mindenen így kezd összegyűlni a hó. Megnézzétek ezt a látótávolságot, és nagyon durva egyébként. Ami meg is tudja nehezíteni kevésbé egyébként a dolgodat, mivel azért ilyenkor így tájékozódni, meg hogyha sok ellenség ront rád, azért nagyon meg tudnak szivatni. Úgyhogy gyorsan vissza is nézek. Ó, igen. Gyorsan visszanézek ide. És megnézem, hogy hogy állunk. Igen, 20%-on áll az orvosi szárnyunk. És nézzétek meg a kabátom, tiszta hó, figyeljétek, és megyünk be a melegre. Megyünk be a melegre, és érdemes megnézni, és ilyen apró részletek annyira hatalmasat tudnak dobni egy játékon, hogy az őrület. Figyelj, beértünk a melegre, srácok. És elkezd majd leolvadni rólunk a hó. Na, mi a helyzet jön itt? Úgy látom, hogy még annyira nem burjánzottak el a dolgok. Figyeljetek, az a lényeg, hogy kellene csinálnunk valami küldetést. Nem, srácok? Mit szólnátok hozzá? Megnézem, hogy a fegyverboltban nincs-e valami érdekesség. Főleg, hogyha egy scope-ot találnék, vagy valami érdekes dolgot, akkor az jó lenne. Van itt egy reflex távcső. Ezt ki kéne próbálnunk, rá tudnánk adni az M4-esünkre, ugye? Mert miért ne? Hol van? Az M4-esünk, és akkor rakjunk rá már valami ízét. Valami kiegét, nem tudom, ha más nem is. Egy reflex távcsövet. Föl tudok rakni, ami nem tudom, hogy ez hogy működik, de majd mindjárt kiderül. Talán addig a havadás is eláll. Egyébként látjátok, leolvadt rólunk a izé, hó, de most meg vízesek vagyunk, ugye. Ez annyira tök jól meg van csinálva, imádom ezt a játékot. Na menjünk, talán elolvadt, vagy eláll az a havadás, mert az elég veszélyes tud lenni tényleg így a taktikai szempontból is. Föl tudja borítani neked a játék menetedet. Egyébként még valamit el akartam mondani. Annyi ugye, hogy most az orvosi szárny az 20%-on működik, és a műszaki szárny, meg a biztonsági szárny az offline. Úgy van, hogy ha az orvosi szárnyhoz akarsz pontokat gyűjteni, akkor a zöld küldetéseket csinálod, ha biztonsági az, akkor a kékek, és ha a műszakit, akkor meg a sárga küldetéseket csinálod, és így tudsz pontot szerezni. Tehát ez még a főküldetés mellett ezeket is tudod csinálni folyamatosan. Úgyhogy ez fontos. Akkor tudod így unlockolni a különböző dolgokat, fejleszteni a bázisodat. Itt meg, hát talán már egy kicsit enyhült a havazás, nem tudom, azért annyira nem. Viszont kellene csinálni, szerintem nekiállok. Csináljuk a biztonsági szárnyat, gyerekek. És a Roy Bonitez századas, hogyha kiszabadítjuk, akkor a biztonsági szárnyunk az így elindulna. Jó, látom, hogy alakul a havadás is. Látom? Most már van ugye a Kuhn. Aha. Oké, van gyógyítás a Kuhn. Elhasználtam, de ugye ez visszatöltődik, tehát ez egy ilyen perk. Azon kívül, hogy ugye a V-vel tudok gyógyítani négyszer, de van egy olyan skillem is, egy ilyen perkem, ilyen aktív skill, hogy tudok gyógyítani. Na, ugye megtanultuk az orvosi szárny ellopolásával. Úgyhogy az E betűn van nekem a szkenelés, és a... Igen, igen, jó, kitisztult az idő. Kitisztult az idő, mehetünk tovább, gyerekek. Jó. Néha szkeneljünk, mert lehet, hogy vannak rossz arcok a környéken. Au! Ezek rossz arcok is. Na jó. Várjál, mesterlövészkedünk messziről. Ujj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 
be tudod azonnal sürgőtni őket. Aha. Van egy mesterlövészük is. Aha, itt most már jönnek mesterlövészek, és nem biztos, hogy ott fönn nincsenek. Jó, be kell jutni. Oké. Okay. Ez az a küldetés? Ez az a küldetés, ugye? Oda kell menni. Jó. Szerintem, megmondom őszintén, a mesterlövész nem kell rosszor, csak az a baj egyébként, ez a fegyver, ez pont nem tudjuk egyhitelni őket, nem a legjobb. De hát jó van, más nem tudok most egyelőre csinálni. Lehet, hogy kellene volna valamit ráraknom. Nézzük meg annyit gyorsan a kiegészítőim, mert hogy a... Igen. Tudunk egy hangtompítót rakni a jézőinkre, a sniperünkre is, nem biztos, hogy érdemes. Visszarúgás csökkent. Hát nem tudom.
Jó, oké, mindegy, erre nem rakom kvantumpitot. Egyébként pont a izét, a mesterlövészt szedtem volna le én legelőször. Ki most meg, hol a francból van? Elment valahol, vagy mi a franc? Aha, ő, ja, ott jön. Ő egy ilyen nagy kört tesz, oké. Na mindegy, valamit okozzunk, nem srácok? Tudjátok mit? Nyithatnánk egy gránáttal is akkor ennyi erővel. Ott egy mellélövésünk, nem baj, minden szép. Oké, okay, meg van egy mesterlövész. Aki már puffogtat is. Ő elég nagyokat tud sebezni, ugye, gondolom azt. Vágjátok. Az anyám. Elég lett volna jó mesterlövésze kezdeni lehet. Áááá, 1300, pont elég neki, jó, oké. Pont elég neki, egy lövéssel le tudjuk szedni. Jó, oké, szedjük össze a dolgokat, találunk már mi jó cuccot akkor. Igen, van egy jó, a jobb hátizsákunk. Oké, megyünk gyerekek. Hiha. Ah, és van egy buzi is. Mesterlövész, szóval azért lehet szeregetni a csávókat, keményebben. Jó. Hatalmasat sebez, nagyon jó. De ugye ennél sokkal jobbat is lehetne találni. Meg ugye a jobb mesterlövész puskák, ugye az olyanok, amik nem zöldek, tehát más grade-be tartoznak, adhatnak ilyen speciális tulajdonságokat. Ja, ez nem is az a küldetés volt, ez csak egy ilyen izé volt, ez egy ilyen találkozás. Ó, de jó, és viszont találtunk egy jó csomó cuccot. Ó, de nagyon örülök neki, gyerekek. És egy jobb, ó, és fel is vesszük. Ó, de jó, gyerekek. Ez csak egy ilyen találkozás volt, tudjátok, amire szoktam beszélni, és ez megint egy jobb, mint az előző. Úgyhogy ez már megérte ide bejönni. Imádom, szuper. Oké, srácok, akkor mehetünk tovább. A küldetésünk felé. Ugye vannak ilyen találkozási pontok, ugye, amik nem küldetések, hanem konkrétan így közbe tudsz lépni, hogy mit, nem tudom mi volt itt, lehet, hogy valami üzleteltek, vagy fegyverkereskedelem, vagy akármi, és nem tudsz. Ötös, jaj, gyerekek, ez egy ötös, kilences szintű. És nézzük már meg a küldetést, akkor lehet, hogy a küldetés is valami töszme nehéz lesz, nem tudom, is néztem. Ellenség szintje ötös, és mi is ötösök vagyunk, ami igaz, mi volt ez? Amit feldöntöttem. Mondod, itt van a kettő buzi. Még mindig pont nem tudjuk megölni őket sajnos. Igaz, de hátulról is lőnek. Gyerekek, itt sokan vannak, mi a szar történt? Muszáj volt menekülnem, ezt a rohadt életbe, gyerekek, itt mesterlövészek is vannak. Meg ráadásul sokan. Mi a franc van itt? Majd belekeveredtük. Valamiben nagyon belekeveredtünk, viszont van ugye most a gyógyításom, akkor azt használjuk el, és akkor nem kell izé, nem kell az egészségügyi csomagot. Nagyon ne, és nehogy körbe vegyenek. Marvel, ja. Gyerekek, ezek nagyon be... Nagyon beréztek engem. Oké, megvolt. Jó van. A bazd a gyerekek. De egyébként, hogyha a vége a harcnak,
megnyugszik a dolog, akkor utána el föltöltődik a HP-t teljesen, szóval az egy jó dolog. De ez megint egy jobb, mint az enyém. Tök jó, gyerekek. Nagyon jó. Imádom. Csak hát ez nem, erre nem számítottam, hogy itt egy ilyen nagyobb akcióba lesz részünk. Érdekes volt. Na, hova kell mennünk, gyerekek? Valamelyre erre mutat, de oda hogy jutok be? Lincoln alagút. Na, ez a küldetés helyszíne akkor. Ja, hát itt nem lehet unatkozni, megmond. Gyerekek. Utána kéne nézni, hogy mi a szituáció itt. Hányan vannak, hogyan vannak. Senki? Gyanús, hogy senki, nem? Aha, már ott is vannak a hülyék. Vannak olyan helyek, ahol nagyon nincsenek feledékek, és ez tök szar tud lenni. Aha, jó. Próbálom közelebb menni, vagy valahogy. De ez egy jó feledék lenne. Nincs több ellenfél? Van itt bőven. Jó sorozat volt. Szeretjük, ugye? Ó, itt volt egy marmonkanna, ezt meglőttem volna, biztos fájt volna nekik, na mindegy, semmi van. Egy mesterlövész front. Így, az egy kis nézet magának. Az a baj, kidugod a buksidat. Ez fejbe ment, nagyon fejbe ment. Az megint nagyon fejbe ment. Gyerekek bekerítettek közbe. Hűbb az a gyerekek! Nagyon megjöttek. Egyébként ez normálon egy ilyen küldetés, az se valami hajde, nagyon egyszerű. De viszont az a két mesterlövész fejlövés az tetszett. Úgyhogy az egész jó voltunk, de ne bízzuk el magunkat nagyon. Hát, menjünk tovább. De nem tudok felmászni? Meg kell nézni, hát hogyha volt már valami, nem volt semmi. Abszolút. Itt van valami, ó, jaj. Aha. Hát ez nem jobb, mint a miénk, de... Új, közben meg Sanyi meg látott egy cicát szerintem. Ne ijedjetek meg, hogyha ilyen ugatás van, vagy ilyen... Jó van. Sanyika! Nyugodj! Mesterlövész. Nem olyan rossz ez a mesterlövész puska, gyerekek. Máshogy esélyed nem lenne leszedni ezeket így. Nincs több sniper, nincs. Talán ellenség ott egy darab. Megvoltál? Megvoltál? Jó hely.
Tá perto. Az a baj, mindig megpróbálok bekeríteni. Az egyik ugye lejött mellé közben. Ugye valamelyik fegyver nem ad bónuszt a fejlővésre, például szerintem a... Ezért az nem ad, az M4-esünk. Úgyhogy azzal hiába sorozom a fejet. Persze nagyobbat sebzünk, de azért nem olyan durván. Jó, ez viszont jó volt. És mindig jönnek, gyerekek. Én úgy érzem. Itt futgorásznak, ugye még azokat ki kell nyírnom. Sőt meg. Oké, ez teljesítve. Hát ez berúgom, szerintem nem nagyon jött volna össze. Esetleg más setup-pal, nem tudom. De talán még úgyse. Erre kell menni? Érd el a zsilipet, jó. Jó vagyunk gyerekek, szerintem eddig amúgy nem annyira rossz. Egyébként át kéne állnom az egyes gomb, kettes gombra, mert a görgővel szivatom magam, mindig ráváltok a pisztolyra. Testre ugye sebzünk 611-et, fejre viszont sebzünk nem is tudom mennyit, 1300-1400-at, úgyhogy az nagyon nem mindegy. Hú, véreni kell ezt a spotot, de ezt megnézem, mi ez a loot, ami... Ó, rendőrségi, micsoda? M4-es, pont ilyen van, de lehet, hogy ez jobb. Hú, véreni kell valami spotot, úgyhogy valami jó helyet kell volna találni. Én gyerekek, ez nem a legjobb hely. Gyorsan van egy védelmi pozíció. Ne! Nehéz fegyveres. Vérzik. Jó, meg volt ő is, nehéz fegyveres is. Gránáttal lemadáztuk. Az a baj, ez nem nagyon védhető ez a hely. Mármint itt nem látsz rá semmire. És mi jönnek elvileg. Á, ez az M4-es, ez nem nagyon sebez. Ez a legjobb feledék volt, tesó. Ez az M4-es, ez le van járva szerintem, ez már nem a legjobb. Itt valamit ügykörik a csávó, és azt ugye addig védelünk kell itt a... ezt a spotot. Nem olyan bonyolult, ez biztos.
Meddig kell még védeni? Még 47 másodpercig, beszarok. Várjam, szerintem jönnek még? Ez a távcső, amit erre rászereltem, azt tudjátok mennyit, mennyit mindjárt megmutatom. Mindjárt mutatom, figyeld! Ó, várjál! Az viszont egy nehéz fegyveres, úgyhogy... Ne! Nem mondod! Elkezd... hogy rohadjál meg, testvére. Jó, összeszedem a lootot. Na, mindjárt mondom, hogy... Mit akartam mondani? Figyeld! Ennyit, ennyit. De most, hogy váltottam át izére? Másik oldalra. Ne vaddítsál meg. Hogy váltok izé oldalt? Miért lettem másik kezes? Valahogy megfordítottam a nézetet. Nem? Marjá, ez hogy, hogy fordul meg? Jaj, megfordult valahogy a... Szerintem nem így néztem eddig. Ó, volt egy baseball sapka nála minden is. Ah, na, valahogy megfordítottam szerintem, mint hogyha nem így néztem volna. Ah, hogy... Ja. Aha, járt lehet, de... Hát... Ez a default, és hogy át tudsz nézni, jó? Oké, akkor nincs semmi gond. Na, ezt akartam megmutatni. Ennyit nagyit. Az a távcső, amit felraktunk. Ez tök megértenem. És mit kell csinálni? Beszélj Roy akárkivel, de hol a szarba van az? Erre van a Roy. Szavasz! Hello, Csajci, mi újsága? Figyelj, itt valami Royjal kell beszélnem. Belső tereket is szerintem böszme jól ki vannak dolgozva, imádom őket. Na, hol a Roy? Erre kell menni a Royhoz, ne őrítsél meg, tesó. Nem sok ez egy kicsit? Mert nézzünk már be ilyen helyre, mert gyanús, hogy itt loot van. Á, hogy tudta a keeper? Jó, kesztyű, föl is vesszük, használatba vesszük, mert elvileg jobb, mint a miénk. Jó, shift-tel át tudsz izélni, nézni. Á, tök jó, nem is tudtam. Vagyis legalábbis nem vettem észre nagyon. Á, itt van a Roy. Lőszert adjál, tesó. Kösz. Mi jó, hol a Roy? Meggyűjtem? Valamit okozzatok. Ez lehet a Roy, ez ilyen nagyon kemény a gyerek. Hoppa, hoppa! Fedezék be, emberek! Gyűnek a köcsögök! Vigyázz, gránát! Figyelj, csávok meg itt nyugodtan sétálgatnak. Valaki egy nehéz fegyveres távolba. Jó, az örülök neki. Gyerekek, ez nem baráti ez a... Meg a legaranyosabb, mikor nehéz fegyveres bejön, érted? Ezt a közeledben van, elkezd sorozni. Ezt azért akkor vége a bulinak, nem? Hoppá, hoppá. Hiperpapi leszette csávót kicsit. Na mi van itt? Itt van, itt mutat. Ja, hogy ezt a csávót kell védenem. Aha. Nagyon örülök neki. De, mi van itt meg? Nincsen valami jó út vagy valami? Na mi a helyzet, gyerekek? Nem jutok valami jót nekem. Mesterlövészek föl. Nem, hogy jól érez magad. Hé! Nem szedné valaki le ezt a csávót? Itt a üti hátamat. Kösz.
Nem, hogy a mesterlövészeket elintéznek, érted? Gír! Nem látok rá, nem tudom ki az. Szintén egy mesterlövész ott a héderezik. Egy darab veszélyes elem. Aha! Jó, Keeper ledarálta. Szedd le vezetőt. Na, örülünk neki. Ennek örülök. Innen rálátok. Közben jönnek a csigányok. Bazza, nem hiszem, nem szeri le senki, érted ezt a csávót. Nekem kell izé, levadásznom, mert itt jön utána mapám. Hát te hallod? Itt ennyien vannak ilyen katonák, azt szart se csinálnak. Már van bízva itt a dolog. Blokkolják itt a dolgokat. Blokkolják a teret. Arra jó. Ki lő? Valaki lő? Valaki megint meglőtt, de ki az agya? Hallod, ott a csávó, hát miért nem szeded le? Ezek a segítségek, ezek tudjátok mire jó? Hát büdös semmire se. Csak akkor minek vannak itt, érted? Mármint én értem én, hogy semmire nem jobb, de el is viselném, csak akkor ne lennének itt. Blokkolják a dolgokat. Na, mi arra jó. Jó, már csak a fővezér van, főmufti fönn. Na, látom. Finch, Finch! Finchi gyerek, nem tudom, az a baj, nem látok rá, lehet, hogy azt meg tudom lőni. Aha, ott van valahol. Jó, nem lövök boktába, ezek meg már nyugodtan el vannak, érted? Vigyázzatosok. Minden az előbb egész jól láttam. Ő meg nem nagyon lát, a drótkerítésed nem nagyon lát át. Ó, jó lesz ez. Kicsit ilyen trükkösen, de ezt megcsinálja Keeper. Hogy lehet, hogy lő ez. És megint ugyanaz a szituáció, hogy ezek a kis nyughajokat. Nyughajokat se szedik le, érted, de haverok. Az a jó, sokan vannak itt, nem? Most nem az érde. Nem erősed egy picit? Védd meg Roy-t, érted? Azt tudom, hol van az a Roy. Ott behéderedik, úgyhogy az annak nagy baja nem lesz, biztos. Semlegesítsd a maradék rendbontókat. Ha hol vannak? Ja, ott még futkorászik kettő vagy egy. De viszont a tetőn van valami jó út szerintem. Még itt is van valami zöld, várjál. Megnézem a útokat. Ne kapkodjunk már. Itt hagyom a jó útokat. Itt valahol. Fegyveralkatrész, jó. Ennyi volt. És elvileg van itt egy hülye.
figyelj, itt sétálgat. Úúú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 
Észrevett. Kapta. Jó, megtörtént. Megtörtént, megkaptam a jutalmat. Fú, de jó. Tökéletes, föl kell menni, ott azért volt egy valami. Lutok. Yes. Holókereső. Követtem mindent. Csóvot föl tudjuk oldani most már a biztonsági szár miatt. Jaj, de jó a képet! Hát a csicska muzik, azok annyian voltak, mint az oroszok. Nagyon kemény jó volt. Igen, erre ki tudok menni. Jaj, de jó. Ja, jó sokan voltak. Ugye, gyors utazni tudunk egyébként. Azt a betyár, van küldetés, mi srácok? De egyébként vannak olyanok, amik ilyen nehézségi szint 27-es szintű, úgyhogy vannak az a baj. Ugye például a műveleti bázisra tudok gyors utazni is, ha akarok, nem is tudom hogyan kell. X-et megnyomod. És akkor oda ballag. De annyi, hogy betölt. Ugye betöltünk oda. Na, veressük neki. Ide is értünk, tök jó. És akkor a biztonsági szárnyat meg tudjuk indítani. Roy-jal kell beszélni. Roy és Ádám. És nézzétek, itt már itt idejének, már gyűlenek a népek. Látjátok, itt már tanakodnak, hogy hoj, de jó lesz, mi lesz. Meg nyílanak meg majd a dolgok. Már kezdenek kitöperítani, megnézzük a biztonsági szárnyat, hogy a gyerekeket már fogadják-e. Ó, látjátok, már dolgozgatnak. Már leertároz például itt a csávó. Hát ez például a gyerekellátás, nem értem, hogy... Itt még mindig nem... Á, valamik már itt izének, már dolgozgatnak. Klinika. Jó, klinika az már megvan. Hello, doktornő! Ú, te megsérült a csávó, fáj a kezel. Az meg iszta a egy kis fröccsöt. Forrad bort. Itt még nincs semmi. De nagyon bírom, én nagyon tetszik nekem az ilyen. Na, biztonsági szárnyat meglessük. Túlélők kézikönyve még nem található, víruskeresztény. Ezek még ugye ki kell fejleszteni mindent. És ez egy szerintem tök jó feature, hogy van egy ilyen plusz dolog is benne. Na, beszélünk a csávóval. És akkor ugye már a biztonsági szárny elérhető lesz. Jöjjön csak! Felelősségi körünkbe tartozik egész Manhattan. És ugye fel kell számolnunk itt az ilyen bűnöző bandákat, közben felgöngyelíteni, hogy mégis mi van a vírussal, minden ugye ez mi megy. Ezt vehetem konkrétan, nekünk uralni kellene itt. Csak úgy erősíteni kéne ezt a bázist is. Na, menjünk. Nem akarom átlépni az arvezetőt igazából, annyi, hogy ugye erről beszél. Hú, nagyon bereszül nézünk ki, nem? Nagyon bereszül nézünk ki. Ez kicsit durva. Jó, és akkor ugye biztonsági szárny aktiváljuk, és elérhető lesznek különböző dolgok itt is. Jaj, de jó! Na, mit kell? Minden szárnyak 10 fejlesztése van. Igen, tudjuk. Ellátmány. 8-20. Oké. Jó, hát ezt megcsináljuk, hogy a tippeket így. És már működik. És új képesség lett. Kettő feloldva, amit meg tudunk nézni majd. Jaj, de jó, nagyon örülünk neki. Jó, ezt most nem annyira akartam megnézni, de viszont megnézzük, hogy mit lehetne még.
Ugye, hogyha például fegyvertárat feloldjuk, akkor ez van, barakot, fekete zóna műveleteket, utánpótlás vonal, beszerzőcsapat. Ha beszerzőcsapatot feloldod, akkor például azok jön, felszereléseket gyűjtögetnek, és akkor azok az lesz, mi ez lőtér, azt fel tudnánk, van 3-20-unk. Célbalövés gyakorlása van, ha lőtér. Kutyás egység, az mit ad? Hogyha fejlővésre találod az ellenséget, 50% esélye, nem használódik el a lövedéket, például ilyen adottság. Nagyon jó. Meg van olyan, hogy ölj meg egy ellenséget oldalfegyverrel, és 30 lőszert kapsz az elsődleges fegyveredhez. Tök jó dolgok vannak. Fegyvertár. Ez izé, ez kellene nekem, ez kellene 500-at össze kéne szedni, és akkor fejlesztett fegyvereket tudnánk venni. Azt hiszem, hogy azok kékek, azok sokkal jobbak, mint a miénk, úgyhogy össze kéne szednünk 500-at, gyerekek, és akkor ezt megnyitnánk, és akkor lenne egy olyan bolt, figyelj, össze kéne kapni akkor még mennyit? 180-at. Nem költjük el másra, hanem 180-at összekapunk. Jó, gyerekek? De viszont megnézem ezeket az új képességeket, vagy mi van. Igen, ez be van készítve. Igen, van ilyen új képesség, hogy hát ilyen, mit tudom én, ilyen valamit le tudsz rakni, ilyen fedezéket, az engem annyira nem érdekel. Jártasságban van, mi ez? Te, izét növel. Tök jó, tök jó. Több izé, több XP-t kapsz, annyi. Jártasságok között más nincs. Oké. Okay. Akkor srácok, akkor össze kéne még 180-at szedni. De jó. Mert akkor, mindjárt meg is nézem, hogy azt hiszem, hogy itt lesz egy üzlet. Ez mi? Műveleti szoba. Jó, azt nem nézem meg. Itt. Akkor lesz egy árus. Úgyhogy ez kellene nekem, gyerekek. Ez kellene nekem. Várjátok, itt is van egy küldetéseket adó csávó, itt. Hogy ilyen, gyerekek, mennyi küldetés ez. Itt is helyzetjelentés, itt is küldetéseket vehetsz fel. Úgyhogy van bőven. Nézzük. Fegyverben van, valamit kaptunk. Hát, ez nem olyan jó. De várjál, ez az, amit kaptunk. És most van felszerelve. Egy kicsit jobb. Jó van, azt nem cserégetem, most nincsen hozzá lelki erőm. Most, hogy pár százért cseréljek rajt. Ebből talán van egy jobb. 14-es védelmet ad. Ebből talán van egy jobb. 15-ös védelmet ad. Ebből talán van egy jobb. Hát, más jellegű dolgot ad. Jó, oké. Okay. Ez mi az egy új képesség? Ezt tudom, hogy ott van, de ez nekem nem érdekel engem. Nem akarok. Meg új tárgy. Ja, térvédő, ez is jobb. Oké, srácok, akkor megvan. Itt is egy új tárgyat mond. Ami itt van ugye. De hát ez se érdekel annyira. Optikai távcső. Mégis szerint az optikai távcsövet nem tudnám felrakni erre, nem lenne nekem az jobb. Mert valami reflex kereső van rajt most. De hol a kereső? Melyik a jobb? Reflex kereső, hol a kereső? Nem tudom, hogy az melyik jobb vagy melyik nem, de most mindegy, ráraktuk. A maradékot el kéne adni. Ugye ezek akkor mind eladhatók, és ez jó is nekünk. Oké, okay. A izéket nem adom el, a fejlesztéseket. Azokat még lehet, hogy ugye használja az ember.
Mármint az ilyen mes, mit tudom én, ilyen távcső, meg scope, meg ilyeneket, azokat lehet, hogy még felhasználom, azokat nem adom el. Sőt, azokat lehet, hogy már nem olyan túl sok van, de bepakolhatnám ládába is például. Föltöltjük a készleteinket. És akkor 180-at még össze kéne kapni, ugye kék küldetésekből jön. Arról beszéltünk, itt van egy kék küldetés. Hát az ellenség szintje 10. Nekünk meg a szintünk mennyi? 6. Hát ez nagyon nehéz lenne. Ezt megmondom őszintén. Ezek mennyit adnak? 60-at adnak. Akkor ezeket érdemes megcsinálni. 2-3-at megcsinálsz. Csak pont 2 van. Nincs is több. Meg ugye rengeteg mellékküldetés. Az Isten tudja mennyire nincsen. Ami különböző eszközöket, tervrajzokat adnak. Figyeljetek, azt csináljuk, tudjátok mint? Megcsináljuk ezt a kék küldetést, ezt a kék küldetést, és átmegyünk ugye egy másik rejtekhely, az meg máshol ad ugye egy csomó küldetést, tovább fog majd adni. Jó, azt akarom szedni, hogy tudjak jobb fegyvereket venni. Ezek elég ratyik nekem már, én úgy érzem, meg ugye akkor elvileg azt hiszem, hogy a kék fegyvereket, nem zöldeket, hanem ilyen speciálisan jobb fegyvereket tudná venni. Ezt elég hamar össze tudnánk kapni. Az a lényeg, skippelünk mindent, ezeket a kék találkozási pontokat letoljuk, jó? Ha ilyen, jó, ilyen információkat, meg doksikat, meg mindent lehet gyűjteni, de most kicsit skippelgetem az ilyet. Na, mi ez? Ez akar valamit? Adok hát neked konzervet, adjál valamit cserébe, nyitottál. Hoppá, valami jó, fegyót lehet, hogy jobb, mint a enyém. Bár nem nagyon használok. Nem adott jobbat. Nem nagyon használok oldalfegyvert, meg idegesít is inkább. Az leginkább akkor jó, amikor kifogy a fő fegyvereit, ugye. A primary meg a secondary, aztán akkor el tudsz vele pettiktetni még. Na, mindjárt ott vagyunk. 100 méter. Ezt még nem tudom, mit kell csinálni. TF támogatás. Vagy. Na. Pont erről beszéltem. Vér meg a tisztet. Ajjajjaj. Hát, találtam egy fegyvert. Mert lehet, hogy pont onnan jönnek, ahol én voltam. Aha. Ugye. Hol hátrébb megyek. Ne löködjetek, gyerekek, mert az baromira idegesítő. Természetesen az ablakokon, meg üvegeken át tudsz lőni kocsiban, meg minden. Meg is van. És kaptunk 60 pontot ezért, úgyhogy tök jó volt. Még össze kéne szedni párat. Egyébként vannak ilyen felhőadatok, amit hogyha így megnézel, akkor tudsz egy olyat csinálni, hogy vissza tudod nézni az eseményeket, hogy mik történtek. És ez baromi jó. Itt valami segélycsomót osztottak talán. Megtámadták őket. Lövöldözés lett ugye. Látni lehet. Ez egy ilyen tök érdekes. Kivész innen, akkor ugye megszűnik az echo. Brutál. Szerintem nagyon meg van csinálva, hogy ilyen infókat tudsz ugye találni. Ja, egyébként le lehet menni ugye a metróba is például, itt, hogy ott van valahol egy... Itt van például egy lejárat, ne tudsz menni, ott is ugye tudsz ténykedni. De most minket a ide érdekelne, ugye a kék találkozási pont, és akkor már megint lenne egy kis néhány pontunk.
Jobb fegyvereket akarok mindenképpen. És a kék fegyvereknek ugye több... Ah, itt is mi van? Ja, itt voltunk, nem? Itt voltunk, hát. Mi történik? Ó, ja, van nektek fel is. Semmi gond. Ingyen XP. Valami ellátmányt kell megvédeni most meg. Ahogy látom. Kicsit ilyen nagyobb körbe megyünk. Mi van itt? Benézzük a helyet. Ja, itt izék vannak. GTF-esek vannak. A miénk. Úgy látom tűzharcba, hogy úgy hallom tűzharcba vannak. Ó, baze, vannak van. Itt a Isten. Te ez még mindig él. Direkt azért dobtam egy gránátot oda, hogy ne kelljen rá gondolkodnom. Feladat teljesítve. Nem mondod. Ja igen, csak még van valami. Még van valami. Még valamit kell csinálni. Na milyen helyzet, barátom? Mit kell csinálnom? Mondjál valamit. Szerintem van valami csinál. Meg kell védeni. Akkor még jönnek. Nincs is nem. Honnan jönnek, testvérem? Másik oradalról is? Nem. Nem is értem, hogy sebeztük 1700 alatt most. Kritikusat ütöttünk, vagy mi volt? Na milyen helyzet van? Ja, még jönnek. Jó. Na, ez egy jobb hely lesz szerintem. Ezt nem találtam egyiket sem, de jó. Megvolt! Oké. Okay. Megvolt, gyerekek. Egyébként itt a midi mennyi ponton van? 4-40. Még 40 kell. Valamit mutat, hogy itt van a fél. Vannak ellenfelek, de hát ez már nem a küldetéshez tartozik, úgyhogy le van szarva. Jó kis sapkát szereztünk. Kéne még nekünk ilyen kék pont, gyerekek. Ami lehet, hogy itt nincs. Az elég bánatossá tesz. Szóval át kéne menni. Ugye ez nagyon nehéz, azt nem tudom megcsinálni. Át kéne menni oda, ahol var. Itt van egy rejtekhely. Oda szépen átgyalogolunk, és akkor valószínűleg meg tudjuk nyitni a környékben lévő helyeket. Itt az üdítő. Mit dobta? Dupla csövőre van puska, jó szart. Na, mindegy. Na jó, van itt meg lőnek rám már. A franc, essen belétek. Ennyi volt. Jó, menjünk kéne, mert már mindenki lő rá. Oké, okay. Oké. Okay. Hát ezt mindenképp meg akarom csinálni, hogy tudjak venni jobb fegyvereket. 5-ös, 9-ös szintű hely.
És akkor ugye ide is tudunk például gyors utazni, itt is tudunk vásárolni. Úgyhogy olyan érdemes így meg feloldogatni. Ne fasz. Megint ellenfele. Ó, ez egy küldetés, baza. Belefutottunk egy küldibe, megint. Ó, te fiú. Ezek miért bírják ilyen rohadt jól, gyerekek? Na mit keresnek itt GTF ügynökök? Milyen franc van itt? Átlőhető, de nem. Viszont csináltak itt. Még többen jönnek, de onnan most meg. Ó, az meg nem bújik ki. Rejtek helyre. Ez a hülye, az nem bújik ki a rejtek helyre. Remélem. Ó, de... Ez belém lő valaki. Szerintem. Nem látni. Jó, megtörtént. Ez mi volt? Ez műszaki szárnyas volt. Hát ez érdekes, ugye? Ez nem volt szándékos. Csak úgy beesett. Jó, menjünk tovább. Egyébként ilyeneket skippelhetsz is, ha akarsz, ugye mehetsz tovább. De hát ma egyszer így... Jaj, nem, megint ellenfelek? Ma megőrülök. És megint ellenfelek, beszólsz be azért. Hát akkor ma megint öljük meg őket, már nehogy már. Igen, ez a fegyver már kezd gyenge lenni. Az a baj, gyerekek. Azt hittem kifogyt. Bazzer, nagyon-nagyon sűrű a program erre, gyerek. Jó, megvan ez is. Nagyon sűrű a program. Oké, menjünk már a TK-re. Megint vannak itt ellenfelek, mert megint ott valami topzódás van. Ugye a minimapnak van egy ilyen sávja, és ott láthatod, hogyha van a közelben az ellenfél, tehát ha nem szkenned lelátni, hogy ott vannak. És az a baj, nem bírom ki, hogy... Ezt adjam le őket, bazzer. Nem bírom ki. Pedig olyan túl sok XP-t nem... Jaj, megint nagy favazás van. Olyan túl sok XP-t ugye nem is adnak, de hát... Na, beérünk már végre a rejtek helyre? Már nagyon sokat jöttünk. Ó, és az úgy látom, hogy az izé... Ez föld alatti. Ez úgy szakar lenni. Hogy tudok levenni? És hogy tudok levenni? Ugye az innen mennék le. Nem lehet fegyvert vagy képességet használni, természetesen az nem is baj.
és aktiváljuk, és ezután ide tudok utazni. Plusz még, mindjárt. Talán találunk itt küldetéseket, kéket. Rejtekhelyek, igen, minden rejtekhely küldetéseket és találkozásokat tesz elérhetővé. Találhatók itt szolgáltatások is, mint kereskedő, készletfeltöltés és újrajelzés pontok. Rejtekhelyek közösségi központok, ahol találkozhatsz más ügynökökkel, vagy használhatod a párosítás állomást egy csoport összehozásához. Összeállításához. Ja, meg ugye lehet gyors utazni. Minden rejtekhelyre. Na nézzük meg. Egyébként minden egy más kialakítása van, tök jól néztek ki. Ezt így szoktam bírni. Ez jó, mondjuk jó sokat kell gyalogolni, mire ide bejössz. Mennyi létrázása minden, elfáradunk. Na, de nem is az a lényeg, nekünk az fontos. Viszont, hogy ezt újra töltjük. Esetleg megnézzük, hogy a fegyverkereskedő, ha van-e. Párosítás, nem kell, erre vagyok kíváncsi. Igen, és ott van találkozás, GTF támogatás. Tök jó. Lerakadva van, fegyverkereskedő nincs. Itt van egy csávó. 9-es, vagy inkább egy csaj. Csávó. 9-es szintű. Már fut is. Nem, úgy látom, csak ez az egy kereskedő van. Viszont vannak nála jó szó. És itt van egy kék kesztyű. És látod, hogy a kék kesztyűnek vannak izei is. Olyan tulajdonságai, amik így növelnek dolgokat. Életerő, öléskor, ugye növeli a saját életerődet, meg mesterlövészpuska, sebzés 3%. Úgyhogy így rá tudsz júrni dolgokra, hogy inkább mesterlövészpuskát akarsz, vagy inkább nem. De most a következő dolgot kellene inkább csinálni. Most itt van egy kék találkozás, pont közvetlen mellettük. Azt megcsináljuk, és akkor már fel is vagy tudjuk fejleszteni a csodálatos jó dolgokat tudunk venni. A... Mi az? Fő... Mi az? HQ-ba, a főhadiszállása. Menjünk gyorsan, gyorsan, gyorsan! Mert ezek nagyon avétosak, ezek a fegyverek. Fejbelőve a mesterlövészpuska a csávót, ezt föl sem beszélhetett. Azért az egy kicsit olyan nem vagyok kibékülve, nem tudom ki, hogy gondoljátok ezt a dolgot. Nem? Na. Én annyira nem vagyok ezzel kibékülve. Megint ez a pöszme nagy havazás, nem baj. Az a lényeg, ezt csináljuk meg minél hamarabb. Itt is van egy echo. Hogy mi történt. De most nem arra megyünk rá, hanem erre. Ó, mi van itt? Itt valami kamionok voltak, el. Most van 2 méterre. Hű, te fiú! Ezek már új, másfajta ellenfelek, gyerekek! Istenem, aha. Ezek már másfajta ellenfelek. Van egy csomó frakció egyébként. Minden, látjátok, ugye máshol vagyunk, és más jellegű ellenfelek. Vannak olyanok, amik ilyen... Például ilyen lángszórós csávók. Jó sokat látok be, de egyébként elég jobb írja, ott rohangál. Ja, ezek az ilyen pajzsosok, úristen! Nem a baj, hogy... Ott öli az ügynököket. Gyere ide, tesó, majd én megvédek. Jó, hogy még jönnek. De honnan? Ajaj. Igen, ezeknek a csodás kis tartályukat érdemes meglőni. Ezt akkor fel tudnak robbanni.
De a fejüket se rossz. Ugye a tartályukat azért jó, mert akkor a többiek is sebződnek, hogyha véletlenül benne van köztük. Ajaj, baj van. Nagy baj van. Nagy baj volt. Meg ezek már nem smoke-ra dobálóznak. Hoppá, ott egymás mellett a kettő. Megvan gyerekek, megvan! Megcsináltuk! Összekapom a útot, aztán már megyünk is vissza, megcsináltuk, tök jó. Ugye így rá tudsz menni, hogyha valami fejlesztés szükségeltetik neked, akkor itt volt egy fegyver is például, akkor érdemes arra, hogy rágyúlhatnod, hogy olyan küldetéseket csinálsz, szóval ez így jó meg van csinálva, én úgy gondolom. Úgy sejtem. Na, gyerekek, vissza kellene mennünk ugye a főbázisra. Úristen, nézzetek melyik küldetés. Ugye gyors utazást tudunk nyomni, aztán akkor nem kell visszagyalogolnunk, meg útközben nem zaklatnak minket. És akkor a kereskedőt felszabadítjuk, és tudunk menni csodálatos dolgokat, remélem, hogy valami nagyon hasznosokat, meg valami nagyon epikeket, mert azért az fontos tud lenni. 500 ellátmányunk van, jaj, de jó. Pont amennyi kell. Ugye az nagyon sok volt, hogy elköltöttük volna most ilyen kisebb dolgokra, akkor ezt nem tudtuk volna megcsinálni, és ez viszont nagyon jó. Oh yeah. Na, nézzük. Ami nekünk kell, ez volt, ugye? Igen. Igen, és még képességeket is adott, ugye? Nézzük meg milyen képességeket, hát hogyha valami nagyon jót. Képességek. Ezt adta, igen. Ez egy ilyen hordozható fedezék. Ugye azt le tudod rakni, ha akarod. De nekem jobban tetszik a szkenelés, meg jobban tetszik a gyógyítás, szóval nem kell hordozható fedezék. Egyébként ezeket lehet fejleszteni, látod. És akkor ilyen extra jók tudnak lenni. Szuper. Na, igen. Jó, jártasságok, valami. Ó, milyen jártasság? Megnövel egy felszerelés. Gránát kapacitás egy csát egy helyen. Nagyon jó. Megnyit a fejlesztett fegyverek árusát biztonsági szárnyban. Na, erre voltunk kíváncsiak. Az a legjobb dolog a játék ezen részében. Oda nézzél! Fejlesztett fegyver volt. És nézzétek, kék fegyverek, nagyon király! Ugye az ne tévesszem meg, hogy nem, lehet, hogy nem olyan baromi nagy a sebzésük. Ejtőernyős, csodás dolgok vannak itt gyerekek, amint látjátok. Viszont nekünk el kellene adni a dolgokat, meg át kellene nézni, hogy nekünk mi az, ami jobb, mert akkor azt nem kellene eladogatni. Vagy esetleg van olyan. Például, nézd már, ez tök jó ez a fegyver. Ez a G36 jobb, mint ez. Igen. Úgyhogy ezt a katonai G36-ot, azt nehogy eladjuk. Eladjuk a több. Mi ez? Úristen, van egy izé is. Van egy 100, tudjátok, ez a hevedertáros a őrület is itt van. Ami lehet, hogy nem sebez olyan nagyot, de viszont darál, mint az állar, viszont a visszarúgása, meg minden pontatlan, meg minden. Úgyhogy ez nem a legszuperebb egyelőre, de inkább nézzük meg a páncélruha, meg minden, úgy látom, nincs jobb, mert különben akkor ugye írna. Semmi gond. Akkor megnézzük a fegyvereket, mik vannak itt nekünk, gyerekek. Rendőrségi M4-es. Aha. Viszont ugye, van ilyen adottság ezeknél, aminek van követelménye, de hogyha ezt teljesíted, tehát ugye, hogyha olyanra vagy pakolva, ami ilyen ad, akkor mondjuk nagyobb sebzést kap. De ugye ez minden egyének más ilyenje van.
hogy 30% életelő alatt van a fegyver, a célpont, akkor 100%-kal nagyobb sebzésed van. Meg ilyenek, ilyen szuper jó dolgokat tudsz kihozni. És nagyon érdemes ezeket figyelni. Ugye például ő neki... Ha megölöd a célpontot, a következő lövés automatikusan kritikus találat lesz, és ennek meg is van például a követelménye. Oda nézzetek! De jó. Ez viszont ez nem rossz, nem gyerekek? Ez 3266 az alapsebzése, plusz 124 meg tudjuk nézni valahogy a miénkkel összehasonlítva? G. Itt van a miénk, ugye. 866, és a miénk az szerintem miénknél sokkal jobb. Plusz még ugye van egy ilyen dolog benne, ez a raptoros akármicsoda, aminek köszönhetően a következő az kritikus, és a kritikus sebzés, az nem is tudom, hogy mekkorát, talán duplát ad a kritikus, úgyhogy az tök jó. Viszont vannak itt még más dolgok is. Tárkapacitás, tűzgyorsaságot is növel, nézd oda. Kritikus sebzés növel, kritikus találati esélyt növel. Ezek jó gyerekek, oda nézzél. Pontosságot növel, kritikus sebzés, távcső. Nagyon jó. Hát akkor itt a vásárolni azt mindenképpen szükségeltetik. Az ejtőernyős SVD az mindenképp kell. Egy olyat mindenképp vásárolunk. Oké. És hát ez a rendőrség M4-es, ez lehet, hogy nem lenne rossz. Vagy pedig ő. Mit ad ő a rendőrségi? Ja. Hát akkor lehet, hogy őt megvesszük meg hozzá. Oké, meg akkor figyeljetek, én ezeket mindenre szorgalmazom, szóval ebből kettő, viszont távcső az marad, 3 és 4, 3,4-es távcső, ez viszont lehet, hogy rárakom akkor a időjére. Úgy gyerekek, költöttünk nagyon sokat, de elég epikek leszünk szerintem. Milyen új képességünk van már meg? Ja, ezt jó, tudom, hogy van képességem. Ne zaklasson minket. Nos, látszok. Akkor van nekünk egy ilyenünk, hogy eszméletlen sokkal jobb. Azt kellene csinálni, hogy ezt le kéne csupaszítani. Úgy, és ez nem kell nekünk. Ezt is le kellene csupaszítani. Na, mondom, lecsupaszítani. Oké. És akkor, igen, ezt használjuk, meg ezt fogjuk használni. Akkor ezzel, ez lesz az egyik, és erre felszerelünk dolgokat. Alapban rajta van egy 12-es távcső, nekünk nincs jobb távcsövünk? Nézzük meg a távcsöveket. Nem, csak 12-es van. De várj, ez fejlővéssebzés növel. Ez kritikus találati esélyt. Fejlővés, jó, hát ez az egy van. Oké, akkor ez megy rá. Egyébként ez szerintem egy Dragunov-szerű akármicsoda, ugye? Kap egy nagyobb tárat. Ami tűzgyorsaságot és tárkapacitást növel. Mindenképp. Kap egy markolatot, ami pontosságot és kritikus sebzést növel. Ugye gyerekek, ezeken van itt? Igen. Ez nem, ez lézeres irányzék. Itt van de jó. Csőtorkolatra rakunk hangtompítót. Kritikus találati esély, minden is. És akkor kb. Megvan ugye minden. Tök jó. Egy kinézetet dobunk rá. Jó, és akkor megkapjuk még ezt a fegyvert, és ezt is felszereljük dolgokkal. Természetesen megkapja a nagyobb tárat, ő is. Ő is kap egy lézeres irányzékot. Ő is kap egy nagy hangtompítót. Ő is kap egy kinézetet. Nem tudom, miért adjuk neki. Legyen egy tűzvihar.
És akkor tudunk neki adni egy optikát, mert nekünk van egy kék optikánk, ugye? Ami kritikus és optimális távot. És akkor mégis van rajta egy scope. Igen. Szerintem ez jó lesz. Tudnánk rá 12-szeres üzét, de nem érdemes, mert ugye attól még nem lesz pontosabb, csak messzebb látunk. Szerintem ez ideális lesz rá. Gyerekek. Oké, okay, akkor ez így meg vagyunk, és mindent el tudnánk adni mást. Szerintem ez tökéletes. Jó. Más nem érdemes, ugye? Nincs semmi olyan. Ez mi? Be kategóriában nincs tár. Mi a szor ez? Ez mi? Jó, eladok mindent, ami nem kell. Jó, gyerekek. Mi a nincs felszerelve? Ez egy dragunalom. Nincs felszerelve, bazza. Érdekes. Mi nem volt felszerelve. Eladás. Ja, mindent eladunk. Mi nem kell. Figyelj, van fehér ilyen, azt... nem adom el. Jó az, hogyha van. Na jó van, gyerekek, szuper. Akkor föl vagyunk szerelve szerintem tök jó cuccokkal most. Szívesen kipróbálnám. Az újat. Nem megyünk egy találkozási pontra, ami nagyon közel van, mondjuk. Mondjuk ez szerintem elég közel van. Orvosi szárnyas. Na ezt érdemes volt megcsinálni, mert látjátok milyen epic jó cuccokat tudtunk szerezni. És ugye most már ezen is van zoom. Ja nem, ez a jövő. Ezen is van zoom. Igaz, nem olyan nagy. De azért van. Oké. Kíváncsi vagyok, mit sebzünk fejre. Az nagyon érdekel. Eddig nem is tudom, mennyit ilyen 1600-akat sebeztük. Ugye meg ha megölünk valakit, a következő az kritikus lesz mindenképp a következő lövés. Ami nagyon fontos tud lenni, én úgy érzem. Mert ugye kritikust lőni, azt elég ritkán lősz. Viszont akkor én bőven nagyokat sebzel. Szóval itt ez lehet az, hogy egy golyó, egy lövés stílus nyomni ezzel keményen. Hoppa, valakik itt vannak. Ahol anyátok is tere. Igen, és kritikus. Láttátok? Kritikus fejlődés kétszer-kétszer. Tehát sárga akkor, hogyha kritikus lősz. Megölsz valakit, akkor következő mindenképp kritikál lesz. Hát két... Egy lövés, egy halál. Gyerekek, megy most már, megy most már. Ez nagyon... Ez egész kis kellemes, nem, srácok? 12-es tárunk van. Ó, valakik vannak itt, gyerekek. Akkor majd mindjárt most leteszteljük okosba. Az egyiket lelövöd, a másikat meg kritre tudod lőni. Ugye nem fejlődésre, most egy kritet tudsz lőni ezzel. 1930, tök jó. Ott van egy mesterlövészünk. Ugye megölsz valakit, következő krit. Á, azzal lehet apítani. Bundi, ez neked való lenne. Hoppa! Gyereke! Az azért nem rossz. Négy fejlővés volt, ugye ott összegezte az előbb. Ott kell valami épületet kutatni a kulcsra. Nem bírom a bajt, látjátok, ez a jó játék, amikor így be tud szívni. És ugye ennél jobb fegyveret is tudsz szerezni, ha akarsz. Mármint ez még egy semmi kategória, még csak 6-os szintűek vagyunk. Enged ki a túszokat, jó. Ja, ilyen túlszabadítás volt. Aha, meg is kaptuk érte a jutalmat, de jó. Benézzünk azért, mi van itten. Nincs-e semmi loot, vagy valamit? Nem kaptam semmit. Ó, de jó. Várjál, itt valamit mutat, vagy valahol. Egy jó...
Egy jó dolog volt. Na, szuper gyerekek. Itt is van valami. Itt csomó helyen egyébként itt. Ebben ilyen random dolgok szoktak lenni. Víz volt benne. Itt is van egy... hozzávélelem. Ah, tök jó. Oké, okay, gyerekek. Na, ezzel azért el lehet itt csettegtetni, hogy már nem olyan rossz. Egy kis dragunokval. Jó, nem is húzom tovább az időt, mert már nagyon rá vagyok feledkezve. Igen, kellene csinálni tovább a küldetéseket, ugye... A izé az még nincs is. Ez még nincs is megcsinálva. A műszaki szárny az még nem is létezik. Nem is megy. Műveleti bázis. Látok gyerekek, nem bírom ki. Nem bírom ki. Meg benézek a műveleti bázisba, hogy hogy alakultak a dolgok, hogy így már... Főleg az orvosi szárny... Hát a gyerekek már nem jöttek meg, vagy nem tudom. Így, tényleg így, hogy van ez a része a játéknak. Ennek köszönhetően, látjátok, izé... 20%-on van már kettő, az egy meg offline-on van. Föl kell tolni 100-ra, azt Isten áldjon gyerekek, ugye? Annak köszönhetően, hogy van ez a feature benne, így tök jól beleéled magad, ugye el vagy. Itt még mindig dumálgatás van, nem nagyon fejlődtünk még mi. Itt dolgozik a doktornéni. Itt a gyerekek még, gyerekellátás az még mindig nem nagyon üzemel. A klinika üzemel, úgy látom. Jó. A műszaki szárny az egy kicsit összeszedte magát már, mert az is csúfos volt. Vagy nem a műszaki szárny, hanem ugye ez. Hát itt még, szerintem, baze, tudjátok mi a baj? Azért még ilyen döglet van, mert a műszaki szárnyban nincsen megcsinálva egy csomó minden. Ugye ott lehet mérni a áramot. Itt még mindig csak ilyen helyi világításokat tudnak alkalmazni. Azért, mert nem csinálom meg a műszaki szárnyat. Úgyhogy az eléggé szomorú. Itt mi van? Utánpótlás vonal. Látjátok, ezeket mind alapolni kellene. Fegyver szakértő. Itt egy olyat is lehet lehozni. Figyelj, nézzük már meg a fegyver szakértő, az mit csinál? Kíváncsi vagyok. Fegyver szakértő. Mit csinál? Használaton kívüli fegyverek begyűjtése, újrahasznosítása és felújítás céljából. Hordozható ezeket adja, ugye, jártasságjutalmak. Minden órába be tudsz gyűjteni. Várjál már, bazzel, craftot is meg kéne nézni, nem bírod ki. Mert elvileg van valami crafting table. Hát itt van. Tárgykészítés, tudsz csinálni dolgokat. Hú, oda néz fegyverek. Egyedi. Aha. És mi ez? Mi a fuck? Sebzése, oda nézzetek. A miénknek 301, őnek 5344. De 19-es szintű, 18-es szintű, 14-es szintű magnum, figyelj, de... Oda nézzél ma. 10-es szintű, 9-es, 8-as, 6-os? Na ezeket már meg tudom volna csinálni. Ha megvan hozzá minden, de nincs meg, de megvan hozzá minden, ugye? 8 van és egy kell hozzá? Az igen. Nem mondod, hogy tudtam volna ilyet csinálni. Katonai, figyelj, Scar, hát elvrajz, és sokkal durvább, nem... Nem hiszed el, sokkal jobb, mint az enyém. Ne. RPK. Ez mondjuk nem, de ez a Scar, ez sokkal jobb, mint az enyém. De ilyen háromszor jobb. Jaj, ezt meg kell csinálni, bazza gyerekek. Szerszámok. Miért? Te még a mesterlövész puskánál is nagyobb sebzése van? A G-fegyvernek? Nem, ez egy izé. Ez mi? Ez minek számít? Na mindegy, jobb, mint az enyém. De most, bazza, most vettem meg. A izéket is tudsz csinálni, ilyeneket. Mikropiros pont irányzék. Fú, te bazzák. Jó, a gyerekek, itt van minden. Felszerelés, fegyverbolt. Meg sem merem már nézni, utána nem váltó kereskedő. Semmi. Beváltás, eladás. Ja, itt is el lehet adni dolgokat. Nyersanyagok. Ja, ezeket be lehet gyűjteni. De jó. Jó, nem kell.
Na mindegy. Oké, elbúcsúzom, mert már iszonyat hosszú a videó. Nagyon tetszik, imádom. Szeretem ezt a játékot. Úgy látom, hogy ebbe a végigjátszásomba nagyon bele fogok mélyedni. Végig fogjuk tolni szerintem, amennyire csak lehet. Kimaxoljuk. Viszont nagyon bereszül nézünk ki. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!